Sziasztok! Így a szezon végén, szezon zárásként eszembe jutott, hogy beszélhetnénk akár egy kicsit a kínai triklámpás rendszerek tartóságáról, ugyanis most már azért sokadik éve használom ezt a berendezést. Vannak olyan elemek a rendszerben persze, amit még csak egy szezonon át használtam, van olyan, amit már 2020 óta hajtok, és azért úgy van vele némi tapasztalat, ezért gondoltam, hogy megosztom veletek mindezt. Most éppen végeztem egy főzéssel, látjátok, ott még kevereg a moslék benne. Tehát gyakorlatilag felmerül mindig az a kérdés egy ilyen rendszer vásárlás előtt, hogy ez hány évig fogja kiszolgálni a felhasználót. A tapasztalat eddig jó, mégpedig azért, mert mondjuk a triklámpás bilincsek, amiket látunk mindenfele, a tömítések, a különféle tömítések az elemek között, mind, még a gyári egyikkel se volt soha semmilyen gond, a gyors csatlakozós tömlőkkel semmi gond nem volt. Ugyanezt elmondhatom a keverőmotorra, abszolút elégedett vagyok vele, ugye ez is valamilyen kínai gyártmány, triklámpás felfogatása, korábbi videóban láthattátok részletesebben bemutatva. Gyakorlatilag teszi a dolgát, nincs vele gond. Ugyanez igaz mondjuk a betöltőnyílásra, ez mondjuk még csak egy éve funkcionál, egy szezont húzott le, de teljes mértékben elégedett vagyok vele. Tömítése működik, a leszorítók működnek, teszi a dolgát. És ugyanez igaz a többi komponensre is, mint például a tűszelepre, ugye ezt sokszor mondtam már, hogy rettentő fontos alkatrész a finom szabályozás szempontjából, a nyomáscsökkentő szelep ugyanúgy gyakorlatilag gond nélkül üzemel, a nagy T-szelep, ami szintén egy praktikus kiegészítő, erről is korábban raktam fel videót, ez is probléma nélkül működik, nem ereszt, nem szivárok sehol. Ez az összes többi elemre igaz, ami Kínából érkezett, vagy akár a fokolónak, vagy az epruvettának a mintavevő csapja, nem szivárok, nem ereszt, teszi a dolgát. Úgyhogy gyakorlatilag évek használatával is azt tudom mondani, hogy a teljes berendezés hibátlanul funkcionál, semmit nem kellett cserélni, elhasználódás, gyártási hiba, vagy hasonló okokból. Úgyhogy egyelőre azt tudom mondani, hogy tartják magukat, és emiatt jó befektetésnek gondolom ezeket az alkatrészeket, mert a rendszeres használat mellett évek alatt sem mutattak semmilyen hibát. Tehát aki azon gondolkodik, hogy vajon kínai rendszer, vajon olcsó kínai, vagy jó kínai, nekünk eddig, nem csak nekem, több más főzőtársnak is az a tapasztalat, hogy ez a jó kínai változat, tehát nem kell attól félni, hogy egy-két hónap után a drágán kifizetett alkatrész esetleg bemondja az unalmas